more acid. De már aznap vissza kellett mennem, mert nagyon rosszul voltam, nem kaptam levegőt, és kiderült, hogy tüdőgyulladás, és már bent is tartottak. Ott, amik történtek, ilyen pici emlékek vannak, annyit tudok, hogy egy nagyon rendes doktornő harcolt, hogy felkerüljek Pestre, és még aznap este császárral kivették napsugárt. Mondtad, aki volna, volt olyan, nem éli meg a reggelt. Szóval teljesen azt mondták, hogy semmi esély. Aztán december 21-én édesanyámiknál töltöttem a karácsonyt, és akkor hívott a doktor úr, hogy a feleségem üzen nekem. Meglepődtem. És hirtelen azt sem tudtam, hogy most mi van, mikor egy-két hete még azt mondták, hogy semmi esély, és akkor üzen nekem. Akkor kérdeztem, doktor, most hogy? Szemivel üzent, azt mondja, felébresztették, és szemivel üzent, látni akarja a férjét. És akkor másnap én mentem föl hozzá, ébren volt, akkor ugye, és a szemivel tudott kommunikálni. Amit én kérdeztem tőle, bólogatott, hogy... Szilveszter előtt pár nappal már föl voltam, de az még nekem ki van esve, és csak a szilveszter napja van meg, amikor gyerekpesgővel kocintottunk, akkor még így, hogy legyen egy szilveszteri hangulatom, de azt sem tudtam, hogy mi van velem. És így mutogattam a hasamra, hogy mikor szülünk. Nem tudtam beszélni, mert lélegeztetőgépen voltam. És akkor mondták, hogy már kivették rég. Amikor az oxigén ellátottság nem elégséges, ez az egyedüli lehetőség, ez a speciális műtüdő, hogy a beteg életét megmentsük. A Szilvia története azért is nagyszerű, mert nem igazán ismerek Közép-Európában hasonló esetet, ahol egy ilyen komplex, nehéz helyzetet, egy ilyen speciális összefogással, egy egyetemi összefogással sikerrel meg tudtunk oldani. Gyere, kimegyünk egy kicsit a napra. Lesz neked is kis medence. Igen, fürödni fogsz. Én majd csak nézlek, na majd jövőre követlek.